megnézzük közelebbről, akkor látható, hogy ilyen parásodás az alján, ezt fagylésznek nevezzük, ez általában az alma oldalán is létre szokott jönni, ez a fagynak a hatása. A fa alatti lehullott almák nagy része ehhez hasonló. Szabolcsi Attila elmondása szerint alig egy hete estek le a gyümölcsök. Ez a hirtelen romlás is a tavaszi fagy hatása. Ideális esetben akár egy hónapig is épségben maradnak az almák a fa alatt. Ez a termés így már léalmának sem jó. A tavaszi fagykár nagyon jelentős volt. Virágzáskor egy olyan -4-5 fokos hideg a termésnek a nagy részét elpusztította. A nyári jégkár az itt nem jelentkezett. Tudom nagyon jó, hogy a megye többi részén ez problémát jelentett, nálunk ez, hát hál' Istennek, nem jelentett problémát. A termésmennyiség az úgy néz ki körülbelül, most már egy október végén, sajnos a szezon végén járunk a betakarításnak, tehát most már látom, hogy körülbelül egy olyan 85%-a a termésnek az kiesett. A betakarítás idejét most ősszel a csapadékos időjárás meghosszabbítja, a mennyiség pedig a vártnál is kevesebb lesz. Ez főleg az étkezési almánál jellemző, de a becslések szerint a feldolgozók is az átlagnál 30%-kal kevesebb gyümölcsöt vásárolhatnak fel. Egy másik probléma az olcsó lengyel alma megjelenése a magyar piacon. A hazai termelők több okból sem versenyképesek ezzel. Erről Takács Ferenc beszélt 35 perc című műsorunkban. Intenzívebbek a kertek. 89-ben Lengyelországban volt egy hatalmas fagy, amikor szinte az összes alma ültetvény elpusztult, és ekkor megkezdődött egy rekonstrukció, és a 90-es évektől az összes alma ültetvény szinte megújult, és ugye az egy modern, új szellemiséget tükrözött, míg nálunk ez a folyamat sajnos még most is gyerekcipőben jár. Tehát még most is találkozunk 40 éves ültetvényekkel, a TSS időszakból visszamaradt és a privatizáció során visszakapott almafákkal, amelyekről minőségi terméket olcsón, hatékonyan előállítani nem lehet. Az étkezési almát most kilogrammonként 60-70 forintért, míg a léalmát 17-18 forintért tudják eladni a termelők. Az előzetes becslések szerint idén nem éri majd el az 500 ezer tonnát a betakarított alma mennyisége, pedig ez volt a sok éves átlag Magyarországon. Az étkezési alma haza is szükséglet egy 100 ezer tonna körül van. Ez a mennyiség talán szűkösen, de a hűtőházak nincsenek most telerakva, sajnos az udvaron ott vannak az üres ládák, a kereskedők se és a tészek se vásároltak most olyan mennyiséget a tavalyi évben, ahogy nem jól sikerült a kitárolás, most óvatosabbak. Én úgy gondolom, hogy ez az ár nem indokolja, és a mennyiség, hogy ilyen olcsón találjanak gazdát ezek az alma leszedett gyümölcsök. A jég- és fagykárosult gazdák a kárenyhítési alapból kaphatnak forrást a hozam kiesés pótlására, viszont a következő agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásokra az almatermesztők már nem pályázhatnak. Ez pedig nagy hátrányt jelent majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdáknak, mivel az ország almatermésének 65%-át a térség adja több mint 12 000 hektár nagyságú területről.